nagyon jó időszak volt a 80-as évek elején. Sok minden forrongott, névsorokból is látszik, amiket maga is most fölkutatott, hogy milyen mozgások voltak akkor. És hát a 80-as évek az volt a rendszerváltásnak az előkészítő készítő évtizede, és akkor nagyon jó volt Pesten fiatal értelmiségének lenni, mert minden mozgásban volt, és az ember minden érdekelte is. Akkor ez a keresztbe kasul mozgás, az minden, csomó mindent felszabadított. Tehát azóta sokkal zártabbak lettek a szakmák, elkülönültek, mindenki professzionalizálódott. Akkor viszont mindent tudtunk, mindent ismertünk a építészként, kezdőépítészként, filmtől, színházon át, képzőművészetig, zenéig, mindenre nyitottak voltunk. Én ma is ugyanilyen nyitott vagyok, de a szakmám az roppant zárt közegben művelem. Nos, és hát a Galántai akkor is egy olyan pasas volt, akinek az ember szívesen megtett bármit, hogyha hívta, akár Dishan szimfózióról volt szó, vagy valami egyletalapításról, mert egy egészen unikális pasas volt. És a legunikálisabb benne, hogy máig megmaradt ilyennek. És ilyesfajta embert nem ismerek még egyet. Mert ismer az ember különcöket, ismer az ember nagyra törő profi művészeket, és mindegyik fölveszi a maga élettechnikáit és karriertechnikáit, de ilyet, mint a Galántai, ilyet nem látni sehol máshol. Tehát, hogy valami ennyire... Mit pontosan mire gondol? Egy ennyire a professzionális világból kifele húzó technikára fölesküszik, és mint a Fluxus, vagy a Mélárt, vagy egyáltalán ez a dokumentarista bűvészi hozzáállás, és hogy ebből nem enged. Miközben nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen antikarriert, vagy a csuda tudja mit hoz, tehát hogy valaki ennyire csökötten nem különc, hanem kívülálló tudja maradni. Tehát ilyet én nem ismerek. Már itt Magyarországon? Magyarországon, hát tudom, hogy New Yorkban van mindenféle hasonló talán, meg Párizsban, meg ahol Berlinben, amiket olvasok, meg ilyesmi, de az itteni szcénában szerintem, hát én nem találkoztam hozzáfoghatóval, és hogy öreg korára is megtartotta ezt a maximális nyitottságát, ami ehhez kell, és szerintem ezért fiatal maradt, úgyhogy Isten értesse, és éljen sokáig. Ezt tudom én hozzátenni.